Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorában. Már hallhattak egy beszélgetést Hunyogi Gáborral. A székesfehérvári fiatalember pályafutását ismerhettük meg, és ezen keresztül képet kaptunk arról, hogy hogy is lesz valakiból DJ, ami tulajdonképpen azért van egy olyan korosztály, akiknek ilyen titokzatos világ, és a titokzatos világból sok minden kiderült, hogy bizony ugyanolyan felkészültség, ugyanolyan munka szükség hozzá, és ugyanolyan létrafokokon kell átmenni, mint bármi más pályán. Most visszatérünk ehhez a beszélgetéshez, hiszen éppen odáig jutottunk el Hunyogi Gáborral, hogy Székesfehérvárra megérkezett és elindította a Bahnhofot, de mielőtt visszatérnénk teljesen ide, egy kicsit még emlékeznünk kell arra, hogy hol tanulta a szakma csinyát és bényát. Beszéltünk külföldről, beszéltünk Budapestről, köszöntelek szeretettel most is a stúdióban. Jó napot kívánok! Említetted, hogy a legfontosabb a mérföldkő mégis számodra egy budapesti szórakozóhely volt, ami már szintén nem üzemel, de ott nagyon sok újdonságot vezettetek be az országba először. Melyek voltak ezek? Hát először is az, hogy két szórakozóhely volt egy épületen belül. Tehát két külön diszkoklub volt egy épületen belül. Szerintem már ez akkor egy újdonság volt. És az akkori tulajdonosa a szórakozóhelynek, mert tulajdonosváltás is volt egyébként ott a 7 év alatt, amíg ott voltam, nagyon sokat volt Las Vegasban. És ő onnan hozott haza olyan ötleteket, amiket Magyarországon még csak hallásból sem, vagy egyszerűen nem is értettük, hogy miről van szó. Ő próbálta, ha nem is egyez egyben, valahogy beépíteni az éjszakában a Las Vegasban látott élményeit. Ebből kifolyólag, tehát a szórakozóhely neve is egy amerikai sörmárkából adódott. Nyilván reklám miatt nem mondom ki a nevet, hogy melyik sörnek Köszönjük. Volt ez a kis alfaja. Innen jött már maga a névválasztás is. Aztán az, ahogy ezt a klubot elkezdték marketingelni, ugyanis az volt az első kérdés akkor a tulajdonosnak mindenki részéről, hogy oké, értem én, hogy diszkót nyitsz, értem, hogy van pénzed, tök jó helyen is van, de mitől lesz ez más, mint a többi szórakozó, és azt mondta, hogy a reklámtól. És az, amikor nyitott teherautón a 80-as években elkezdtek menni a körúton óriás hangfalakkal, táncosok, zsonglőrök, mindenféle MC-k, és akkor osztogatták a szórólapokat, és ezzel elindult egy őrület, és nagyon, nagyon beindult ez a szórakozó. Megjegyzem, fehérvári DJ-vel először a Kovács István nevű, nálunk is méltán népszerű DJ-vel indult az egész High Life. Aki aztán egy idő után onnan elment, akkor jöttek pesti nagynevű DJ-k, majd akkor ért oda ez a szórakozói, hogy kinőtte az egyszintet, és volt egy óriási gépház vagy kazánház a pincében, és akkor azt mondták, hogy oké, akkor maradjunk egy zenei műfajnál, de elosztva az embereket két környezetre. És szerintem ez volt az újdonság, hogy egy fönti klasszikus, a funkyhoz illő sötét tánctérből, ha lement az ember a pincébe, ott robotok voltak a lépcsőnél, világítópadló, világítóoszlopok, gyönyörű fények, csilli. Én amikor először megláttam azt, ami ilyen nincs, tehát ilyen valóban csak külföldön. Egyébként a Roy című amerikai filmben a szerepel a diszkó nálunk forgatott, azt hiszem a Belushi testvérek voltak itt, ők játszottak a filmben, és vagy csak az egyik James Belushi talán. Tehát ott már annyira megtetszett a környezet a hollywoodi rendezőknek, hogy ott forgattak is egy filmet már rögtön az első években. És én akkor mondtam, amikor oda kerültem, hogy én játszanék itt nagyon szívesen, de én nem akarok már funkit, én akkor már benne voltam a house világában, az Italo House, Euro House, és mondtam, hogy én szeretném ezt megmutatni itt embereknek. És azt mondták, hogy oké, ugyanúgy nem hittek bennem egyébként szerintem, mint a losóék. Ott álltam egy vidéki gyerekként. Egyébként azt mondja, hogy a Bárány Attilát akarták odahozni annak idején. És akkor mondták, hogy oké, kapsz egy szerdai napot, azt tudni, hogy minden nap nyitva volt a szórakozóhely. Kapsz egy szerdai napot valamikor, mit tudom én, éjfél és egy óra között, ami akkor az egy nagyon korai időpont volt, mert akkor reggel 7-ig voltunk nyitva, és hajnal 4-kor volt a csúcs pont, hogy figyelj, gyere ide, játsszál éjféltől egyig, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. És oda mentem egy táska rekeszel, miközben az unoka bátyának a Pilisvörösvári diszkóját kezdtük el beépíteni, tehát a Balatonról hazahozott cuccom ment egy Pilisvörösvári szórakozó helyre, és ott szereltem 11-ig, tettem fel a fényeket, és gyorsan elfutottam a High Life-ba, fogtam a kis lemezes kosaramat, és elkezdtem játszani zenéket, és akkor még öltöny
esti ruhás szórakozó hely volt, ez a diszkó, és bent volt egy olasz csoport. Óriási szerencsémre két busznyi olasz bent volt, ott szépen tinglitanglisztak a fánkira, és feltettem az első lemezt, ezt pont azon a héten hoztam Olaszországból, ez a Corona Rhythm of the Night című dala volt, erre tisztán emlékszem, még ha sok mindenre nem is, és ez akkor ott Olaszországban number van, de nagyon, tehát hogy 30-szor annyiszor játszották a rádióban, mint bármi mást, és föltettem az első lemezt, és abban a pillanatban felrobbant az alsó szint, az olaszok ledobálták a zakóikat, a csajok felhúzták a szoknyát, és mint egy őrült, aki letérti a láncát, elkezdtek táncolni, és én ezt folytattam, tehát további olasz slágerekkel, és a tulajdonos nézte a kameráját az irodába, és jött le, hogy mi van itt, és nézte, és hogy meg voltak körülve az olaszok, majd ahogy letelt az egy órám, fogtam a ládámat, mentem ki, és mentem visszaszerelni Vörösvárra, és reggel 7-kor jöttem vissza, és a tulajdonos állt az ajtóba, hogy te hol voltál. És mondtam, hogy szereltem. Diszkót fel vagy véve. És ettől kezdve én ott voltam 7 éven keresztül, és abban az évben megcsinálta a tulajdonos a Budapesten és Magyarországon először a Halloween partit. Ami úgy jött, hogy érkezett egy nagy kamion ennek a sörcégnek a logójával, és tele jelmezzel. És jött egy levél, hogy csináljátok Halloween bulit, sok sikert. És ebben voltak Csubakka, Csillagok háborúja, tehát mindenféle őrült jelmez, és azt se tudtuk, hogy mi az a Halloween. Aztán nyilván utánolvasgatás, hogy Amerikában ennek hagyománya van, hát itt van egy csomó jelmez, csináljunk bulit. És ezzel tulajdonképpen akkor megteremtettük az alapját annak, ami mai napig megy, hogy minden szórakozó helyen, minden Halloweenkor buli van. Tehát ez csak egy dolog volt, de a tulajdonos hozta be a Harlem Globetrotters-t először Magyarországra, hogy ezeket a kosarasokat, ő hozta ezt az amerikai testépítőket, nálunk volt Mike Powell, távolugró, a Dr. Albán, a Hathaway, Mick Jagger, tehát igazából akik Magyarországra jöttek, azok mind meglátogatták ezt a szórakozó helyet. És akkor itt beszéljünk arról, hogy hoztál képeket is, ha már Dr. Albánt említettek. Igen, például, ez egy legendás kép, egy-két képet igen, meg igen. Tudunk mutatni ma az életedből igen. És a pályafutásodból. Igen. Arról nem beszéltünk, hogy nyilván akkor nyelvtudással rendelkezel. Egy DJ, én úgy gondolom kell, hogy tudjon angolul. Sajnos, ameddig kellett, addig volt, tehát nekünk kötelező volt még a vizsgán is dalszöveget felismerni, melyik együttes lefordítani, de igazából ez nálam elkopott egy idő után, nem gyakoroltam, nem volt fontos, valahogy nem is érdekelt, és most nagyon sajnálom. És hogy kommunikáltál a sztárokkal, akikkel fotózkodtál? Nem volt sok időnk, tehát azt nyilván azt a pár mondatot el tudtuk mondani, de pont annyi időnk volt, amíg mondjuk ment egy lemez, az a 3-4 perc, fölfutottunk, bemutatkoztunk, hogy én vagyok a DJ, és már rohantunk is vissza. Tehát mi sajnos nem tudtunk beszélgetni ezekkel a sztárokkal sokat, kivéve a Dr. Albánt, mert ő visszajáró vendég lett hozzánk. A testőre nem engedte le az alsó szintre, de mivel a középső részünk ilyen galériázott volt, és le lehetett látni az alsó szintről, mindig ott állt, és hallgatta a zenét, és mondta, hogy neki ez nagyon-nagyon tetszik, és ő aztán forgatott ott egy videoklipet is. Közvetlen ember volt? Úgy gondolom, hogy igen, de ott mivel tényleg, tehát nagyon sok fotót csináltunk vele, rendes volt a rendes volt, a testőre azért távolságtartásra intett akkor minket, és azért annyira nem engedték be az emberek közé őt. Sok sztárral és magyar sztárral is találkoztál, fényképezkedtél is velük. Melyikük voltak a legfontosabbak számodra? Hát akivel szakmailag is sikerült talán a Gangsta Zoli. Mert ők akkor indították a Repet Csalók című műsort nálunk az Albabárban, és ő előtte, mint Action zenekar, és nálunk voltak rock karácsonyok a szórakozóhelyen, és akkor még az Actionben dobolt. Akkor őt megismertük, és mondta, hogy ő rappelni fog. Még azt hiszem először mutatta is a Gangsta Zoli és a Kártelnek, hogy milyen lesznek a betűtípusa, és a Repet Sarok című műsorban, a Dopman Lacival is ott találkoztunk először, és ott nekik akkor tudtam segíteni, és ez egy ilyen elég jó kis viszony lett közöttünk, ami után ők nagyon sokszor visszajöttek, a Zoli nagyon sokszor beesett hozzánk koncert után, hozott ő és amerikai vendégeket. A másik pedig a Cosmix zenekar, akiknek az első TV interjúja szintén nálunk volt, mert azért rengeteg tévéműsort is forgattak ott, és nálunk volt a Cosmix Club. Tehát ők minden héten jöttek, és ott énekeltek, és megismerkedtünk egymással, és a mai napig tartanak a kapcsolatok. A Zolival nem annyira, de a Cosmix-os srácokkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot. És persze vannak még sokan mások, de nagyon itt az ideje, hogy megérkezünk Székesfehérvárra, hiszen visszajöttél Székesfehérvárra, hallottuk már a történetét, hogy kerültél a Bahnhof élére valójában. Igen. Hogy fogadta a város ezt a kezdeményezést? Érdekes volt a kezdeményezés, hiszen én plakátoltam
szerintem az első fél évben a szórakozó helynek a reklámplakátjait. Kitettem egy olyan plakátot, egy fekete alapon egy fehér felkiáltójel, és csak annyi volt, hogy nyitó buli, és egy Bahnhof logó volt alul, és ezzel indult minden. És a nyitó bulin már annyian voltak, hogy sok embert nem is tudtunk beengedni a szórakozó helyre. És ugye ez nem jelentett számomra semmit, mert azt ugye nyilván mindenki tudja, hogy a klubnak a léte az a második bulitól függ. Tehát egy nyitó bulira általában sokan elmennek, az a kérdés, hogy a második bulin vajon mennyien vannak. És a második bulira hoztam egy olyan rendetörténetet, ami egy 4 évszakos történet volt, tehát hoztam hógépet, esőgépet, szélgépet, napot, hoztam a Harsányi Leventét, és csináltunk egy 4 évszak partit, amikor a Levente a színpadon kiabálta, hogy most mit akartok, napsütés, szelet, esőt. És hol az eső esett, hol óriás reflektorokkal sütött a nap, hol esett a hó a plafonról, és ez a második buli is teltházas volt, és szinte mindentek ezzel nem volt megállás. Tehát én mindig hoztam valamit, mutattam valamit, a legújabb külföldi sztárokat, a Royal Gigolos, Global DJs, Tom Kraft, mindenki, aki élt és mozgott és új volt a zenei palettán, őket elsőként, ha tudtam, elhoztam Magyarországra, vagy legalábbis elsők között Fehérvárra. Mi volt a célközönség? Ezt nem véletlenül kérdezem, mert ma már a klubokban a sajnos nagyon-nagyon fiatal, mondhatni tényleg gyerekekkel találkozhatunk. Ott viszont a Bahnhofban azért a 20 fölöttiek voltak, ha jól emlékszem, legalábbis mikor én ott jártam. Nálam nem. Nálam a célközönség, ugye ott is két klubot, két termet üzemeltem, ez a Highlightból visszanyúlva. Volt egy kisebb terem a 90-es évek zenével, oda úgy gondoltam, hogy majd az idősebbeket hozzuk. Az Aréna viszont, mivel új zenét hoztam mindig, az új zenére mindig a fiatalabbak harapnak rá leginkább, és ők értékelik. Az alsó szint az 16-20 év közé volt belőve nekem zeneileg, tehát 16 év volt az alsó korhatár, és bárki bármit mond, visszahallom mai napig, hogy már 14 évesekkel van tele a szórakozó, a világ legnagyobb baromsága. Tehát egyszer nem szabad beengedni, senki nem enged be 14 éveseket szórakozóra, mi sem. 16 éveseket is, ha lehet, akkor felnőtt kísérettel, de legint, tehát a személy bemutatása kötelező. Talán 16 év volt a korhatár, és valójában 16 és 50 között mindenki megfordult, mert volt, aki a 90-es évekre jött befelé, volt, aki szimplán nézegette a fiatalokat, mert jó leső érzés volt neki. Tehát szerintem 16 és 50 között mindenki megfordult a Bahnhofban. Ez volt ez az időszak, amikor diszkósból, DJ-ből átmentél valójában vendégváltósba. Igen, ott debütáltam. Ezt hogy viselted el, hiszen mindened volt a lemezjátszó? Valamiért akkor már úgy éreztem, hogy mindent megmutattam zeneileg, tehát nem volt bennem semmi olyan érzés, hogy nekem még így zenélnem kellene. És követtem a siófoki hagyományokat, diákmunkásokkal elkezdtük a diszkót, tehát előtte senki nem pultozott, senki nem csinált semmit, és körbefutottam a városba, hogy milyen DJ-ket ajánlanak, mert szerettem volna helyekkel dolgozni, és nem akartam egyből pesti DJ-ket, és az a két DJ, akit a legtöbben szittak, azokat megkerestem, és végig a nyitástól a zárásig ez a két DJ volt a házigazda a nagyteremben, kisteremben, és tulajdonképpen maga a vendéglátó részt a fiatalokkal együtt tanultam meg újra, és hoztunk be mindig új dolgokat, és együtt gyakoroltunk, tanultunk, és előbb-utóbb ott mindenki profi lett. Azt is el kell mondanom, hogy a pultosok 90%-a is a nyitástól a zárásig ott volt, tehát 7 éven keresztül az Albabárban, vagy a Bahnhofban. Volt, aki inkább elkezdett egy másik főiskolát, csak hogy a 4 év után tudja maradni és diákként tudjon dolgozni. Tehát ugyanazzal a személyzettel dolgoztam végig azt a 7 évet, amit ott eltöltöttem. Nem bírom ki, hogy nem mondjam el, mert azért hírek mindig vannak minden emberről, hiszen kicsi a világ, akárhogy is nézzük. Most a nagyon jó főnök hírében állsz. Az a főnök, aki nem vált igazából főnökké, hanem együtt élte az életét a munkatársakkal, ha kellett magán emberként is egy-egy kis magánbuliban. Igen, tehát azt hiszem én legalább 2 évig azt sem tudták, hogy ki a Bahnhof vezetője, mert nem úgy viselkedtem, mint egy szokványos diszkó tulajdonos. Én szépen, volt egy fix helyem, ott elácsorogtam, onnan néztem mindent, és csak a pultokat jártam végig szép csendben. És a gyerekeknek pedig bármi magánéleti problémája volt. Ugye visszanyúlunk a tanárhoz, hogy én testnevelő tanár akartam lenni, meg edző. Tehát bármilyen kérése volt bármelyik srácnak, hogy akármilyen bajba került, igen, bármikor kereshettek az éjszaka közepén, és mentem, és ha tudtam, akkor segítettem.
És mi lett a Bánófal? Hát ebbe nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy én nem szerettem volna a Bánófot abbahagyni. Nem volt tervevő, hogy ezt abba hagyom. Úgy alakult? Úgy, hogy abba kellett hagynom. Akkor térjünk arra rá, hogy ugye abban az időszakban találkoztunk gyakrabban, és előttem még mindig hosszú göndör tincsekkel vagy látható, ez volt az egyik szexepillet. Tudom, hogy a lányok oda voltak érte, még ha te nem is tudsz róla, mint ahogy mert általában. Mi lett a hajaddal? Hát ennek a hosszú ennek is története van, ugye a testnevelés tagozat. Tehát nekünk kötelező volt a gimnáziumban a rövid sportos haj. És nem szeretem, ha be akarnak skatujázni, vagy megmondják, hogy mi legyen, vagy mi nem, és elkezdtem növeszteni negyedikbe hajamat. És ez a justis lett. Ez a justis. Nekem nem mondja meg senki, majd azt én tudom, és negyedik évvégére már a tablón is a kis göndörhajam lett a sportoló frizura helyett, és hát ez megmaradt, mert valahogy jól esett úgy hordani, és aztán pár éve elmentünk egy hosszabb külföldi útra, ahol ugye úgy volt, hogy sokat fürdünk, meleg lesz tenger, és úgy gondoltam, hogy most nem praktikus a hosszú, hogy levágtam, és az meg annyira megtetszett most, hogy ilyen rövid, és nincs vele sok gond, most már rövid maradt, és nem tervezem megnöveszteni újra. Térjünk vissza a pályádra, Bánhof után mi következett? A Bánhof után, tehát azért ott a Bánhoffal együtt én csináltam még egy-két dolgot, tehát a Citadellán volt egy nagy grillteraszom, illetve a Citadella udvarán bent volt egy úgynevezett partisátram, ez a Citadella Garden. Ez egy gyönyörű luxus partisátor volt, ott csináltunk bulikat, de csak zárt körű rendezvényeket, illetve 2010-11-ben a Velencei tavon sikerült a régi aratódiszkót felélesztenem 10 év bezárás után, 200 óra, és nekem ez a három projekt futott egyszerre, és az az érdekesség, hogy ez a 2010-es dátumot, hát kössék, amihez akarják. Én sosem szoktam politizálni, mind a három helyet elvesztettem egyszerre, így vagy úgy. Ez az a pillanat egyébként, amikor aratóról beszélnünk kell, hiszen igen, nagyon igen. Fontos igen. Volt életedben, igen. Olyannyira, hogy fényképet is hoztál igen. Róla. Miért ennyire meghatározó számomra? A gyermekkorom meghatározó élménye volt, amikor már DJ voltam, akkor lejárkáltunk majdnem egy egész nyáron az aratódiszkóban minden szombaton a barátokkal. Nagyon kellemes hangulata volt, ennek nagyon tetszett, bár Andrissal soha nem találkoztam. És aztán egyszer gondoltam egyet, és a Bánhof a vadiúj zenék mellett behoztam egy retro bulit. Csak úgy, mert nem tudom, úgy éreztem, hogy szükséges, meghívtam az Arató Andrist és az Zoltán Erikát. És az Andris akkor nagyon régen nem volt már sem Fehérváron, sem Velencén, és nagy örömömre elvállalta ezt a műsort, és iszonyatosan jó bulit csináltak ketten. Majd amikor Velencén az Arató diszkót sikerült átvennem, akkor egy próbát ugyan megér, de gondoltam, felhívom az Andrist, hogy eljönne zenélni, mert tudtam, hogy ő mióta elment az ifi házba, az akkori ifi házból, ő nem járt Velencén, még úgy sem, hogy neki ott volt a nyaralója, és egyszerűen elkerülte Velencét. Neki egy olyan rossz érzés volt az akkori szakítás, hogy senki nem tudta becsábítani Velencére, és nekem akkor igent mondott. Tehát 10 év után az Andris először újra megjelent Velencén a régi helyén, és megtartotta azt a diszkót, ami zseniális volt. Nagyon sok idős ember, idősebbek lettünk már idővel, jöttek, és mindenki sztorizott, nosztalgiázott, az Andris megkeresték a régi biztonsági emberei, jöttek régi pultosok, és mindenki nagyon élvezte, és ez egy különös élmény volt számomra, és ott szerintem egy barátság kötődött közöttünk. Velencén aztán egy egészen más jellegű vendéglátóipari egységet is üzemeltettél, ez pedig egy étterem volt? Igen, tehát ez pedig úgy jött, hogy engem is annyira sok hatásként ért az, hogy tulajdonképpen amiért dolgoztam sokáig, mindent elvesztettem, hogy én mondtam, hogy nem is vagyok hajlandó foglalkozni tovább ezzel a szakmával sem, meg közelében sem megyek, és először egy sörözőt vettem át, egy régi 25 éves sörözőt a barátaimmal, azt csináltam, majd egy idő után megkerestek Velencéről, hogy ott igen, volt egy étterem a Korzón, illetve ehhez tartozó napágyak, napernyők szedtek, és hogy tudnék-e segíteni, mert hogy sok a munka, és ott eltöltöttem 2 szezont, igen, szintén üzletvezetőként, és hát utána jött egy óriási váltás, mert nem láttam túl nagy változást sem az emberek fejében, sem a rendszerben, és úgy döntöttem, hogy elhagyom az országot, és tulajdonképpen felszámoltam mindent az utolsó nyár után, és el is ballagtam.
Majd újra itt köszönthetünk Székesfehérváron, ami azért sokaknak nagy öröm, hiszen tudjuk, hogy most egy székesfehérvári klubot vezet, és futtatott fel, amihez természetesen gratulálok, de azért ennyire még mindig nem szaladnék előre, mert külföldön mit csináltál? Külföldön tulajdonképpen újra akartam indítani az életemet, és a sportból adódó komfortzóna, hogy én abból kilépek, és mindent, amit itt csináltam, magam mögött hagytam volna, és ha hiszik, ha nem. Ugyanis azt mondták, hogy ott legalább fél évet el kell töltenem, hogy bármihez is kezdjek, hogy beintegrálódjak, hogy egyetlen megtanuljam a nyelvet, hogy bármi legyen, amit hogy vállalkozó szerettem volna nyilván ott is lenni, csak az fél év kőkemény munka, és én elmentem az Amazonhoz futárnak. Tehát ez volt a cél, hogy én pedig futár leszek, mert így megismerem a várost, meg tudom nézni, hogy hol vannak olyan helyek, ahol esetleg lehet vállalkozni. Egyedül vagyok, mert teljes emberi iszonyom volt, meg emberundorom, tehát én konkrétan azért mentem oda, hogy ne kelljen emberekkel beszélgetnem egyáltalán. És úgy voltam, hogy ülök egy autóba, szépen megismerem a várost, megtanulom a nyelvet, és ha eltelik a fél év, akkor nyitok ott egy egészen pici kis kávézót, és utána meglátjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Be is iratkoztam a céghez, megcsináltam a papíraimat, majd haza kellett jönnöm egy-két ügyet elintézni, és amikor hazajöttem ezeket az ügyeket intézni, akkor megtalált engem két olyan dolog is az életben, amit úgy hittem, hogy elvesztettem. Az egyik egy ajánlat az Albabár vezetésére, a másik pedig az Ámor nyila is eltalált, ami hosszú idők után, 7 évig éltem egyedül, tehát ez a bűvös hetes azért játszott, hogy a diszkók elvesztése, az éttermek elvesztése után 7 évvel visszaköszönt a lehetőség az életembe, és vagy hisznek a számmisztikában, vagy nem. És úgy döntöttem, hogy akkor még visszamegyek, lezárom akkor a dolgaimat, és végül is nem dolgoztam ott, hazajöttem, és elkezdtem ezt a szórakozó helyet. Először segíteni jöttem, aztán utána később úgy alakult, hogy már. És az utóbbi időben is ért egy nagy öröm, erről is vannak képeink, hiszen visszaálltál a diszkópult mögé, ha csak egy-egy alkalomra is. Igen. Hát a DJ pultot annyira nem felejtettem annak idején, hogy az Albabárban a biztonsági főnököm születésnapján, mivel ők a budapesti High Life-ban nőttek fel, mindig zenéltem egy órát az ő tiszteletére, meg hát ők szerették azt, amit játszok. Tehát a Bahnhofban még egy-egy órát beálltam évente egyszer zenélni. Aztán az első House Classic bulin a Hajógyári szigeten szintén visszahívtak a Tomi Boyal, meg a Sterbinskivel, a Budaival, hogy ott azért Óbudán volt az a High Life nevű szórakozója, hogy akkora történelmi dolog volt az akkor, hogy engem meghívnának. És akkor én ezt már nem nagyon akartam, és mondtam, hogy úgynevezett warm-up DJ-nek elméletet, aki felvezeti a többieket, és akkor még zenéltem ott egy órát, majd ott már éreztem valami változást az egész klub életben, általában Magyarországon, és azt mondtam, hogy igazából jöntek ezen, ne hívjatok, mert nem fogok elmenni zenélni. És jó 10 évig bármilyen felkérés jött, mert rengeteg érkezett hozzám, egyszerűen nem. Tehát nemet mondtam, egy barátomnál fent vannak a lemezeim az ő padlásán, tehát elő sem vagyok hajlandó venni. Egy alkalom volt a 25 éves Halloween jubileuma az akváriumban, ahol elővettem pár lemezt, és ott még játszottam, és most jött ez a felkérés, amire alapból szintén nemet mondtam, és aztán mondták, hogy ez azért nem egy egyszerű fellépés, ezt légy szíves, gyere el, elmondták a fellépők névsorát, tehát az illusztri és a mai napig zenélők, Schulz Nyúl, a Bánáti Peti, az Antonio, voltunk jó páran, és hogy gyere el, Gábor, mert az a High Life az egy akkora történelem volt a mai szemmel is nézve, hogy szerintünk neked ott helyed lenne, és mutasd meg, szeretnénk bemutatni, és ennél többet nem árultak el. Nagyon exkluzív volt a helyszín, egy épület tetén, egy rooftop terasz, medencé és koktélbáros a Hősök tere mellett, tehát egy nagyon gyönyörű tájképpel a hátunk mögött, és egy nappal a bulajot mondták, hogy tulajdonképpen ez egy nem akármilyen rendezvény lesz, itt szeretnék megjutalmazni azokat a DJ-ket, akik a legelejétől, tehát a zenei váltás legelejétől nagyon sokat tettek azért, hogy a mai klub élet zenéleg ott tart, ahol.
és hát nagyon megható volt, mert lovaggá ütöttek minket, illusztris tagok, tehát a Cosmix tagjai voltak, ott a Music Channel vezetője, az RTL Klub Fókusz, mondom, lesz majd riport is, és lovaggá ütöttek minket, kaptunk egy emlékiratot a Halhatatlanok csarnokához, egy kupát és rengeteg ajándékot, és ez annyira megható volt számomra, hogy még mindig a sok hatás alatt vagyok egyébként, és libabőrözök, mert egy gyönyörű környezetben, egy nagyon jó közönséggel egy gyönyörű történet volt ez, és utólag is köszönöm szépen, hogy és jól esett zenélni. Tehát ez csak ezért is érdemes volt hazajönni. Igen. Hát minden. Tehát úgy vagyok vele, hogy én mindig is fehérvári voltam. Tehát hiába éltem 25 évig Pesten, tehát tulajdonképpen az életem felét Pesten éltem, én Pesten is fehérvári voltam, és mindig is fehérvári maradok, és valószínű, valóban nekem itt van a helyem, itt van dolgom, és nem is tervezek most már elmenni sehova. Ennél szebb végszavat el sem tudok képzelni. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Tunyogi Gábort mutattuk be a Fehérvári Beszélgetések című műsorban. Viszontlátásra!